Magyarországon a beoltottak száma 1.150.000 a tegnap esti adatok szerint, 327.000-en, több mint 327.000-en pedig már a második oltást is megkapták. A átoltottság ezzel Európában a második legmagasabb, hogyha az elmúlt napok számait nézzük, akkor pedig azt mondhatjuk, hogy Magyarország egyértelműen a legnagyobb arányban képes beoltani saját polgárait. Nálunk a lakosságnak 11,34%-a jutott már legalább egy oltáshoz, ez az Európai Unióban kevesebb, mint 7%, és hogyha az elmúlt napokat nézzük, akkor lakosság arányosan Magyarország egy nap a teljes lakosság több mint 0,6%-át oltja be, ez az Európai Unióban alig több mint 0,2%. Ennek köszönhető, hogy még a tényeket egyébként sokszor elferdítő nyugati sajtó, különösen német sajtó is kénytelen arról írni, hogy a magyar oltási program sikeres. A Die Welt mai cikke például elismerően ír a magyar oltási teljesítményről, megállapítva azt, hogy Magyarország extrém módon felgyorsította az oltásokat, és az ütem tekintetében elsők vagyunk Európában.